Most pedig bemutatjuk a Ratkó korszak egyik szülöttjét, Éles István humoristát, akit születésnapján köszöntünk. Az időben egy kicsit visszatekintünk, 1953-at írunk, amikor egy nagyon érdekes törvény született. Miről is van szó, Éles elvtárs? Köszönöm szépen a szíves kérdést. Hát arról van szó, hogy legyen több gyerek, mert nincs ki eltartsa a leendő nyugdíjasokat. 1953-ban volt, valóban jó volt a kérdés, mert hogy a történetek azok újra meg újra, illetve a problémák újra meg újra felütik fejüket, akkor is az volt, hogy kevés volt a befizető, viszont sok volt az eltartott. Tehát legyünk minél többen, legyen aktív korosztályunk, aki majd az elődeiket természetesen a befizetéseiből eltartja. Mi volt az, ami önt arra sarkalta, hogy Dinnyés József elvtárs Ratkó Annához egy ódát írjon? Hát ez ennél egy kicsit bonyolultabb. Egyrészt a magam születésnapja, én 54-ben leszek majd 50, illetve 60 éves, és hát engem mindig foglalkoztatott a mi sorsunk, hogy miért olyan nehéz nekünk, miért vagyunk mi olyan viharvertek. Hát sok minden oka van ennek, ezt most nem részletezném, viszont ahhoz talán valamelyest kicsit értek, és ezt vállalom, hogy ezt a 60. évfordulót szeretném nagyon-nagyon-nagyon vidámmá tenni sok ember számára, akár úgy is, hogy korosztályos rendezvényeken, akár pedig azok számára, akik szívesen hívnak, hogy én a humorommal, azzal a speciális humorral, ami éppen, hogy erről az időről, ami gyerekkorunkról, elsősorban a 60-as, 70-es évekről szól, mert hogy ez mindannyiunknak kedves, hiszen a cseperedés, az eszmélés időszaka volt, és hát ugye a nagy szerelmekig bezárólag az első nagy szánypróbálgatások ideje. Ebben egyek vagyunk. És Dinnyés elvtárs? Ó, hát neki egészen más volt a szerepe, mert hogy ő aktuális volt ezzel a verssel. Ratkó József, nagynéném a miniszterasszony című történetét kívánom nétek megmutatni. Szeretettel köszöntelek benneteket. Ennyi régi ismerős már, rég láttam egy halottról rosszat nem beszélek, gyalázata rám szállna vissza. Nem volna nyugtom, még csak élek, családja átkozódna, szidna. Ezért korán sem, mintha félnék, nehogy a szó sebet fakasszon. Szaklom hát Istennek élnék, nagynéném a miniszter asszony. A Ratkó korszak elég érdekes élményeket hagyott a fiatalokban. Ebből láthattunk egy példát éppen Fábri Sándor elvtárstól, vagy pajtástól. Hogy került Fábri az asztalra? Hát Fábri nekem régi pajtásom, hogyha szabad ezt mondani. Vele csak nem korosztályosok vagyunk, hiszen ő most novemberi, azt hiszem, vagy decemberi, és én pedig februári, tehát gyakorlatilag 3 hónap van köztünk. Meg hát az az igazság, hogy jó 21-nehány éve ismerjük egymást, részint a humor szakmából, de egyébként már dolgoztunk együtt színészként is. Szomjas György Roncs filmjében játszottunk mind a ketten. Neked is úgy idézőjelben szemedre szokták vetni, hogy miért volt erről a korszakról én olyan, hát állítólag kedvesen, meg megértőleg beszélni, és rá kellett jönnöm, hogyha a saját fiatalkorunkat fegyelmezetten végig gondoljuk, akkor rengeteg mai kérdésre is tudunk választ adni. Például, hogy bárkinek bármilyen korszakban volt fiatal, az az élete legjobb korszak. Nekem ma egy lakótelepre elmenni, az körülbelül 3-4 nap az életemből. Tehát
annyit rövidülök, hadsejtpusztulás, tehát bemenni a liftbe, ami össze van karistolva, és a többi, és a többi. És beszélgetek fiatalabb munkatársal, akik lakótelepen nőttek fel, és semmire nem cserélték volna. Ugye van a három bébi, vagy három baba című film, nem tudom, látták-e, egy nagyon gazdag San Franciscói bébi, egy Kenyába a porba lövő bébi, és a harmadik egy mongol bébi. És mind a három bébinek ez így kerek, és ez így nagyszerű. Na most, amit még én hozzá szoktam tenni ugye a Kádár korszakkal kapcsolatban, amelyhez ugye hányattakban kötöttünk, hogy mi nem a Kádár korszak miatt éreztük jól magunkat, hanem annak ellenére, ha szabad így a magam, és néhány barátom és harcos társam nevében, ugye már beszélt. Látunk itt egy kiállítást. A kiállítás képeit mutassa már be nekünk, éles elvtárs. Hát nézzük csak, ez a tabló. Hát ez egy csoda tabló. Nagyon szeretem, mert ez nagyon tematikusra sikerült, hiszen ez a hölgyek, lányok, asszonyok tablója. Hát hogyha belenézünk, 1953-ban Rákosi Mátyástól eljutunk egészen Audrey Hepburnig, akkor azért az nem semmi. Márpedig tematikusan, ha végig megyünk ezen a 11 nehány képen, akkor gyakorlatilag sok-sok vonatkozásban benne vannak a nők, lányok, asszonyok, anyák természetesen, hiszen az 53-as év, és különösen az 54-es év az anyákról szól elsősorban. Na persze, hát az 53-as év ugye halála okán Sztálinról is természetesen. És hát tulajdonképpen én ezt a műfajt gyakorlatilag most tanultam az interneten, a komment, mint műfaj, és én azt gondoltam, hogy ebben is megpróbálom megmeríteni magam. Na de nézzük meg, azt mondja, hogy itt van egy különleges nőklapja címoldalán egy traktoros hölgy, ami alá azt írtam, hogy a legkiválóbbak és legszerencsésebbek akár traktorral is mehettek, mármint hogy munkába. De úgy, mint most a buszsofőrök, hogy van egy buszom, tehát akkor az otthon alszik nálam a ház előtt, és akkor reggel azzal indulok. Hát persze ez inkább ilyen a távolsági buszoknál, és vidéken fordul elő, hát Pesten tudjuk, hogy remizekben éjszakáznak valószínűleg ezek a buszok. A nőklapja címlapjai közül ugye más építőiparban tevékenykedő hölgyeket is sikerült kommentelni. Hát ez nem véletlen, hiszen az a kor az erről szólt, hogy a nő az teljesen egyenrangú, akárha abban, hogy csillétól a bányában, akár azzal, hogy traktorista lesz, vagy villamosvezető, kalauz, és hát a nehéz fizikai munkákat is végezték lányok, hiszen egyszerűen szükség volt a dolgos kézre, hát épült az ország, illetve pontosítók, épült az ország. Én hiányoltam egyébként Kádár elvtárs felszólalását a mai kis délelőttünkből, és akkor nézzük meg a következő tablót. Egészen véletlenül ezen a tablón is van Rákosi, itt most de van Sztálin is, ugye a halála okán emlékezünk meg róla egy nem túlságosan kedves mondattal. Hát igen, hát ez teljesen igaz. Az OTP 1953-as jókívánsága. Melyik az a kép, amelyik éles pajtáshoz gyerekkorából a legközelebb áll? Vagyok annyira exhibicionista, hogy most azt mondom, hogy a magamé, mert hát... Nem, akkor még nem pajtás volt. Hát nem, akkor még egy csecsemő volt, vagy nem tudom mekkora. Hát ez a gyerek, akit ott látunk, az még azt hiszem, hogy olyan fél éves, három éves lehet. Hát Istenem. A tekintetet miről tanúskodik? Igen, szoktam mondani, hogy voltam én valaha szőke kékszemű, hát akkor ez most nem igaz, mert a szőkeség még csak-csak, de hát arra nem lehet ráfogni, hogy kékszemű lettem volna. A sugárzó szem, az megmaradt, vagy nem? Hát ez a szem, ez ma már egy kicsit néha lila ködben, akkor bosszankodom, néha nagyon-nagyon jó indulatúan kedves, akkor családi körben vagyok. Amúgy máskülönben pedig hát sok tekintetben elhomályosult tekintet ez már, mert oly sok dolog nem tetszik, mint általában erre vagyunk mi humoristák kiképezve, hogy a dolgok ne tessenek nekünk. Nekem viszont kimondottan tetszett a Hanyas vagy című jelenet, amely elgondolkodtató volt. Hát megvan hozzá az alap, hiszen Szilágyi György nagyszerű írást produkált, egy korosztálynak egy igazi összefoglalója az életérzésben. Persze ők ugye
lévén, hogy átélték a háborút, nekik sokkal borzalmasabb időszakokat kellett túlélniük. Ők a sztálinizmust, rákosizmust, ugye, ahogy szokták mondani, pacekba kapták, már felnőttként, vagy fiatal felnőttként. Ugye mi ebből szerencsére kimaradtunk, nekünk csak a születésünk pillanata kötődik ehhez. Hanyas vagy, 53-as, akkor mi félszavakból is megértjük egymást. Azt mondod, vidám gyermekkor, azt mondom, mint a mókus fenn a fáj. Azt mondod, kisúttörő, azt mondom, nagy tülekedés. Azt mondod, nagy úttörő, azt mondom, az a Jenei Karcsi bácsi volt a csapatvezető pajtás. De emlékszel, mi milyen hamar nagyok lettünk? Mert ahogy elkezdtünk iskolába járni, mi is mindjárt délelőttösök és délutánosok lettünk. Mint a szüleink közül sokan. Még jó, hogy nekünk nem volt éjszakai műszak. És arra emlékszel, hogy közülünk néhány, a 6-7 éves korunkban ismertük meg az apánkat? Addig csak meséltek róla. Majd jön, most külföldön van, és nagyon szeretik minket. Anyas vagy, 55-ös. Akkor mi fél szavakból is megértjük egymást. Emlékszel az első szabad választásra? Már 11 évesen szavazhattunk, hogy Aracki Laci vagy Szalatnai Cini jusson e tovább. Nem vártunk holnapig, illetve vártunk, mert csak levelező lappal lehetett szavazni, telefonról még csak álmodozhattunk. Ennek ellenére a mi életünk örök fejlődés volt. Fejlődött a nehézipar, könnyűipar, a híradás technika, mégis ha rosszul kapcsoltuk ki a tévét, egy kis világító pötty maradt a képernyő közepén. Aztán jöttek a korszerű lapos képernyő védős tévé, egy erős plexilappal védték a nézőket a képernyő robbanása esetén. Azt mondod Orion, azt mondom Colorion. Azt mondod Munkácsi Color, azt mondom az volt az első videójáték, amelyiken 22 helyett 44 játékos kergetett két labdát. Anyas vagy, 56-os. Akkor de történelem érettségiből fel voltál menve. Emlékszel, mi a történelmet 50-50 módon tanultuk. Felét az iskolában, felét otthon. A termelőszövetkezetekről, a közös gazdaság előnyeiről az iskolában, a padlás lesöprésről otthon. A szocialista országok testvéri együttműködéséről a suliban, Trianonról otthon. A hős szovjet felszabadítókról az iskolában, a hős szovjet felszabadítóktól teherbe esett lányokról otthon sem. Endre Juditnak naponta érkezhet az e-mail fiókjára számtalan meghívó. Miért tartotta fontosnak, hogy eljöjjön erre az eseményre? Egyrészt István személye, másrészt én magam is ebben az évben voltam 60 éves, és nem szomorkodom, hogy 60 éves lettem, hanem nagyon jó érzéssel tölt el, hogy olyan sok jó dologra tudok visszaemlékezni, ami az életemben történt. Valahogy a rossz vagy nem olyan jó dolgok azok elhalványulnak. Úgyhogy örülök, hogy eljöttem, mert csak megerősödött az az érzés, hogy itt akartam lenni. Milyen viszony fűz Pistához téged? Gyerekkori barátok vagyunk, a Szent István parkban együtt nőttünk fel, ezen kívül az élet összehozott bennünket ott fiatalkorunkban, mert játékvezetőként, ez biztos most nagy meglepetés, hogy a Pista is bíró volt, 6 éven keresztül működtünk együtt a Budapesti Labdarúgó Szövetségnél. Ratko Korszak? Hát együtt, igen, ő 54-es, én 53-as vagyok, tehát vezetek előtte egy évvel, de bizony ez a korosztály vagyunk, aki azzal a sok élménnyel gazdagodott, amit itt hallhattunk, és amit mi még pluszban megéltünk, amit lehetetlen elmondani egy ilyen gyönyörű rendezvényen. Nekem nagy szerencsém van, mert a Pista felajánlotta, hogy a 60-asok születésnapjára elmegy, tehát nekem a mászém az, hogy én már túl vagyok rajta, tehát nekem nem kell meghívni a Pistát, mert minden poénját ismerem, de az újakat még nem természetesen. Nagyon remélem, hogy sok-sok kollégához hasonlóan ő is megújul, és ennek a mai kornak megfelelően fogja alakítani a műsorát, mert ugye ez egy nosztalgia rendezvény volt. Ratko Annára és Éles Istvánra emlékeztünk. Kedves nézők, önök most bepillantást nyerthettek egy olyan kiállításba és egy olyan bemutatóba, sajtó bemutatóba, amelyen Éles István elvtárs, illetve pajtás idézte nekünk azt a kort, amelyben fiatalok voltunk.